Nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni, hiszen az érzelmek előtörnek. Egy olyan sorsdöntő győzelmet aratott ma Szekszárd, amelyet azt gondolom mindannyian megérdemeltünk. Ebben a hosszú kampányban az az alapüzenet, hogy mi a béke és az együttműködés Szekszárdját szeretnénk felépíteni, ahol tényleg a tiszteleten, az egymás iránti megbecsülésen alapul a hangnem is, azt hiszem ma visszaigazolódott. Végtelenül hálásak vagyunk annak a sok-sok ezer szekszárdi szavazópolgárnak, akik ezt megértették, elfogadták tőlünk és szavazataikkal vissza is igazolták. Azt hiszem, amikor egy polgármester ilyen hatalmas fölénnyel és a 10 egyéni képviselői körzetből mind a 10-et megnyerve egy csapatot tudunk kialakítani, a Szekszárd nem csak jelenkorának, hanem egy közép- és hosszú távú jövőjének is egy nagyon jó muníciót adhat. Ígérem, hogy nem fogjuk magunkat elbízni, hiszen ez még most ilyenkor az öröm pillanata. Hátra van még nagyon-nagyon sok olyan dolog, mire ez az eredmény hivatalossá válik. De azt most megígérem Szekszárd lakosságának, hogy mi megháláljuk ezt a bizalmat. Dolgozzunk együtt, legyen ez a város mindannyiunk számára egy jobb és élhetőbb közösség, hozzuk vissza fiataljainkat, és legyen igazi a hitünk, hogy amit csinálunk, az valóban egy eredményt is hozhat. Én még egyszer nagyon-nagyon hálás vagyok az én szeretett városomnak, az itt élő sok embernek, aki velünk volt szívben, lélekben és cselekedetben is, hiszen a voksaikkal meghozták ennek a munkának a gyümölcsét.